Vágóképekről volt szó, még ventilátort is kapunk, és pont velem szemben, csodálatos. Akkor semmit nem fogsz érezni belőle. Mi lesz a szélgép? Itt lakom, vagyis egy kettővel arrébb, és itt van a garázsom, és ezt most csináltuk az Attila barátommal, és ennek van a garázs szentelője, csak az Attila most éppen elment Balatonra, de tulajdonképpen... Vérünkkel verítékünk. Igen, és itt betonoztam. Tulajdonképpen a garázs, az, hogy itt a garázs előtt csináljuk a koncertet, az egy visszaemlékezés arra, hogy 88-ban tulajdonképpen még garázsból indultunk, a Pátárdombról. Szimbolikus. Szimbolikus jelentősége van. Egy kurva hideg garázsba, ahol a Blokád nevű zenekar volt, a Blokád nevű zenekaré volt az a próbahely, az ő cuccán is játszottunk, és az úgy nézett ki ez a társaság, hogy a Vizlár Dani, a Svastics Peti, én meg a Dodó. Az volt az első körzeti stúdió. És akkor ott próbáltunk, és amikor újra alakultunk, az mikor volt, Dodó? 2008? Hát most ne kérdezzél, mert kronológiai most hirtelen nem tudom összerakni így fel. Akkor is egy garázsba próbáltunk, akkor meg a Nyár utcába. Így van. Ott meg marha meleg volt. Marha meleg volt, meg marha kicsi volt. Kicsi volt. Kész. És nem szerettek minket ott. Na, és most igazából ez a mai nap, ez egy gyakorlatilag egy próbálunk egyet, együtt vagyunk a srácokkal, meg a párjaikkal. Igazából nagyon meg se lett ez hirdetve, pont azért nehogy itt a lakóknak probléma le legyen, tehát nem lett hirdetve abszolút egyet, semmi. Kijöttünk egyet a szabad levegőre, jó idő van, nyár van. Összetartás. Próbál egyet, összetartás van, főztünk délelőtt egy jó ízét, egy jó bográcsos kaját, egy jó lecsót, aztán kész. Aztán 15 liter, azt elneveztük izére, Sipi elnevezte mindjárt az első alsójánkai lecsófesztiválnak. Hosszú jánkai elnézést. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi az apropója, amiért mi együtt vagyunk. Aztán ez most egy laza próba, aztán eljátszunk egy-két nótát, pihenünk, eszívunk egy cigét, iszunk egy sört, dumcsizunk egymást, aztán kész ennyi. Jó érezzük magunkat, lazítunk. Barátság van, kész ennyi. Béke, nyugalom. Úgyhogy erről szólnak. Erről szól az egész. Hajrá! Hajrá!
szétveri a farkát! Jobbra menj, vagy balra menj! Ha vagy a pokol, vagy a menj! We'll be right back.
Na legyen meg a jóisten akarata. Egy kis forradalom, de jött egy ember nagy bajúszú, lett is mindjárt izgalom. Úgy érezte ez az ember, hogy túl jól él itt a nép. Kitalálta a gulágot, a notám erről mesélt. Baba, hulla vagy, baba, megpusztulat, baba, hulla vagy. Körülvett egy kerítéssel, de nem szóltam az elterek. A jó dolgoztam, majd egy bácsit életben kezdeskedek. Gond úgy, hogy rossz fejlenek, hát kitalál. Ah!
Szevasz, Tóbi! Sok ide találtál, hallottad? Helyes, helyes. Gyöngycsölyű lágy az majd... majd az elment a gyöngycsölyű lágy, az a helyzet. Lenyírták kopasznak. Gyöngyöt itt hagyta a haját, elvitte a fodrász. Ez a gyöngycsölyű lány volt. Most ez az lesz, csak egy más szövege van, meg más zené, de ez a gyöngycsölyű lány lesz. 20. század címmel. Na, hadd szóljon. Kiskanál a száma a bejáratnak. Ne vicc. Egyszer már ide jöhetné velem énekelni simán. Próbál legalább az. Már jobban tudod szerintem, mint én. És olykor a lányokat is belevertünk.
rendben a farkunk. Leszartuk a vállalatot is. Gondunk nem volt, felhőtlen még volt, de régen volt, ó Istenem. Azt sem tudtuk, hogy milyen nap van, de nem tartott sokban a félelem. Hangosan kezdtük, hangosan. We'll be right back.
szegények azért ti is most... Hát ez van. Nem süti az én fejemet sem. Á, van nem hideg. Ki zöld erjöve, jól néznék ki. Aranyos lenne. Hát ide vesz. Nem kell. Nem, ki istenem. Jó volt, jó volt a Duma Hupinak. Húsvétkor meg zöld erjöve láttam. Már nem figyel, nézzük a kezdel. Nehogy oda, nem kell. Tessék, akkor legyen az ernyő. Erre dalra megkapom, köszönöm. Nagyon, nagyon komoly. Ilyenek a csajok, bazd meg. Köszönjük szépen! Ez volt az évfolyam.
az vessen rám súlyos követ. Ki nem keresi, nem hajtja az élvezetet, hogy rámehet az életünk egy darabja. Annak mit számít, ki a nikotin az alkohol rabja. Thank you.
gyerekek! Pantba, pantba! Amelyiket elkezd! Hadd szóljon! Nincs itt demokrácia, basszak! Amit a gyerek mond, az van!
Ja, ez 88-ban készült ez a nóta különben, úgyhogy ez olyan. És most körülbelül úgy is nézünk ki különben. Mennyi 88-ban, nem amennyi idő eltelt, tök mindegy, na mindegy. Szóval letargia, és köszi mindenkinek, és köszönjük mindenkinek, és köszönjük a kedves lakóknak, hogy kibírták ezt az első, milyen Jánka, bazd meg, mindig elfelejtem. Hosszú Jánkai Lecsó Fesztivál, úgyhogy pusszantás, megyünk mi a hűvösbe, mert a lobbult vett. Na, hadd szóljon. Hello, lányok! Meg is veled? Sipje szólt egyet. Hát csak oda. Ez kérlek, szépen munkaérdemben bronz fokozat. Ez? Munkaérdemben bronz fokozat. Saját jogon vagy bolnapiak? Anyukám. Ez anyukám igen? Kapta parlamentbe. Szépen dolgozott a ruhagyárba. Ide gyűjtötte. Ilyeneket adtak a kommunizmusba, az helyett, hogy fizetést adta volna. Ez olcsóbb volt. Ez olcsóbb volt, kérlek szépen. Anyukám bement a... Tedd oda. Anyukám bement a ruhagyárba, 14 éves korába, mint ők voltak az első ipari tanulók. És kijött, mint nyugdíjas, 82 éves és 103 ezer forint a nyugdíja. Úgyhogy innen izenem, hogy az összes politikus bekaphatja. Csak úgy, ilyenekkel látod munkaérdemben. Nyugdíja meg 103 ezer forint.
És az, a fatár az nem kell... Ja, és ez az osztály a mai napig, akik még élnek, azok a mai napig összejárnak. Ez volt az első ruhagyári osztály. Csak a fatárom nincsen rajta tablóképpen, már 56-ban úgy gondolta, hogy mind a palesztin gyerekek a platán soron nekiáll 10 harckocsikat dobálni kővel, fasz meg! Azt hittem, hogy jó poém. Szám volt az. Na mindegy. Úgyhogy nem került rá a tablóra, de... Úgyhogy csináltam egy ilyet, látod, így mementónak, hogy a kommunisták emeltnek a ***ba konkrétan. Meg az összes. Az én véleményem szerint. Meg ez az ember is. Meg az az ember is ott lefejeztem, nézd csak ott. Rátettem a mérlegre. Erről írtunk egy számot, az a neve, hogy, vagy az a címe, hogy Koba. Megismered? Úgy hívják az embert, hogy Josip Viszarjovics Dzsugasvili. Az volt a rendes neve, ez egy grúz bankrabla, tudod? És az ellenállásban felvette azt a nevet, hogy Koba. Az azt jelenti, hogy szikla. Úgy csinálta a bankrablásokat, ő volt a szikla. Aztán amikor megválasztották a pártfőtitkárnak, akkor meg Sztálin lett. Az meg azt jelenti, hogy acélos. Akkor lett Sztálin. De egyébként meg egy grúz bankrabló, az a neve, hogy Dzsugasvili. A hülye paraszt. És ez az ember, ez több ember tölt meg a Szovjetunióban, mint a második világháború összes áldozat együttvéve. A Szovjetunióban több ember tölt meg. A papámnak volt hozzá szerencséje, mert mikor 45-ben itt fogságba esett, akkor elvitték Kijevbe. Onnan jött meg 50-be. És akkor mondták, hogy még Sipos elvtárs, még annyira ne siessen, mert még itt épül egy Inota nevű város, ott még egy kicsit kéne dolgozni egy évet úgy kényszermunkába. Úgyhogy 51-ben szerelt le a papa, és 36-ban vonult be sorkatonának. 3 év volt a sorkatonaság. 39-ben leszerelt volna, de nem szerelt le, mert kitört a háború. Úgyhogy elvitték megszállni a felvidéket, aztán megszállni a délvidéket, akkor mindig hazajött, aztán csinált egy gyereket. Elvitték megszállni Erdélyt, akkor is hazajött, elvitték a Domba, a Donkanyarhoz, onnan gyalog jött haza, meg amivel tudott. És akkor itt a Biromárton utcában laktak akkor már, és akkor jártak a csendőrök, és akasztották fel ott a templomkertbe a katonaszökevényeket. Ott hol volt a templomkert? Ami most a Balatoni út. A templom és a plébánia között a Balatoni út, az nem volt ott, az egy kert volt. És oda akasztották fel a csendőrök a katonaszökevényeket. És akkor a papa jelentkezett, hogy megjött Donkanyarból, itt vagyok, hello. És akkor mondták neki, hogy jó, akkor el kéne menni Berlint védeni. Aztán a papa megmondta, hogy megy a f***em. Aztán akkor lelépett. Aztán Kanizsa mellett az erdőbe fogták el az oroszok. Ezt akkor vitték el Kijevbe. És úgy élte túl, a többiek csákányozták a Dnyepernek a jegét, a papa meg tudott suszterkodni, és mutatok valami, gyere csak. Ez volt az én papám suszter kalapácsa, ez mentette meg az életét, mert beült a meleg suszter műhelybe, aztán ott koppogatta a csizmákat, az oroszok csizmáját, és így nem fagyott meg, a többiek meg kint csákányozták a Dnyeper jegét. És akkor így a papa nem fagyott már. Az Alaszangróton dolgoztam, és meghalt a bácsi, aki ott lakott, és a feleség ezt ki akarta dobni, és kérdeztem, hogy ez honnan van ez az ászló, és azt mondta, hogy ezzel az ászlóval 56-ba felvonultak Szangróton. Mondtam, ki ne dobja, én elhozom. És akkor azóta itt van. Rátettem egy rúdra, még rudon se volt rajta. Rátettem egy rúdra, és ez, tehát ez az 56-os szangróti felvonulásra részt vett ez az ászló. Kicsit már szakad, de így autentikus. Így törzem. Minden szépen kényelmesen, nem kapkodva, mert már máshogy nem megyek. Napon nem jó, mert... Húfi! Fordíts ide! Veszed? És nagyon szépen köszönjük neked, Sanyi, hogy eljöttél és rögzítettél mindent. Puszka! Kicsit.
kicsit tele, mert két válogéből, mert azért két brigád dolgozott. Jó, hogy nem kell megszedni. Szia, készen. Fényképet találtunk most, tehát tényleg pakoltuk? Utka megint szedett. Én? Akkor jövő, te is rajta. Meg az egész brigádot. Csuha mindenki, bazd meg. Komolyan. Szabó Zoli, Zárpi, mindenki. Ültek a krimó előtt. Ja, azt én küldtem a Yetinek, elmondom nem, neked. Nekem megvan az eredetije itt a fiókban. Én nem megtaláltam én is. Ja. Na, és ott játszottak a An, meg az S-modell, a Ferenci Gyuriék. Hát azt nem kell mondani, a Ferenci Gyurit. Meg a Pribil. Meg a Pribil Gyuri, az gitározott, az volt a gitáros. Mondjon azt, hogy gyerek volt a Pribil Gyuri, az egy kibaszott gyuri. És, na várjál, a zenekarból az egyik ember, nem mondom a nevét, kiszurkotta az S-modellnek a izejét. A barkaszának az összes kerekét, bazd meg. Mert hogy jobbak voltak. A négy tojást én főni, bazd meg. Bementem a szobába, mondom, bekapcsoltam a zenét, ablakok tárva nyitva, mondom, jó lesz ez, 10 perc, szépen fasza. Olyan frankó lesz mind a tomélettel. Tojást tettél fel főzni? Fölraktam, hogy megfőzöm a rakott krumplihoz. Igen, ám csak ugye becsuktam a konyhajtót is, becsuktam a szobajtót, aztán úgy, hogy volt szépen az ágyban is aludtam. De még ezzel nincs vége. Ez olyan hajnali 4-5 óra érte, már nagyjából világos. Szerencse, hogy még itt vagytam az ablakokat, tárva nyitva minden. Aztán persze, az meg ugye, hogy lefőtte a víz a ízéről, a tojásról, gondolom füstölt mind. Hát gyakorlatilag kiderült, olyan volt a konyha, meg minden, mint a kamerád, meg a székben, az olyan fekete. Hanem ráznak engem föl, hogy do, én meg tudod, fölnyitom a szemem olyan félállomban. Én a füstöt se éreztem, bazd. Én azt se éreztem, füstöt, nem éreztem, itt volt az ablak, bent ki a füst, nem éreztem is. Aztán előtt, föl tornyosul előttem, bazd, meg ilyen húzoltó egyenruhába, létrával jöttek ezek föl, sisakból tornyosul előttem egy ember. Egy ilyen ember, nézőkészülék, én meg azt sem tudtam, mondom, bazd meg, ez a csillagok háborúja. Mondom, ez a csillagok háborúja, hol vagyok, bazd meg. Mondom, valami ufók jöttek, most mondom, rabol, erre ébredek, érted? És akkor ott ráznak, hogy dodo. Mondom, te ki a gránát, te ki a gránát vagy, bazd meg. Mondom, Ambrus meg bemutatkozik, te azt mondja, bazd meg, fölgyújtottál a konyhát. Kimondom, hogy a hálam, ez kizárólag. Hülye, rutin van, bazd. Na, aztán fölillettem, készhezt értem. Hülye, bementem, megnyitották a konyhát, meg az előszobát, hiszen jártad, tudod is, mert a hely. Mikor megláttam, szevasz, bazd meg. Na, ennyi volt az én kis finom rakott krumplis történetem. Lemásztunk a létre. Meg még egyszer. De szerencse. Az ablakot egy szál gatyába, mindébe egy kitetkózom innen. Mi már ott lent voltunk. Tűzoltók, köszönöm. Emelő passzállam. Akkor lementünk mindent. És még a csányszabron aludtál. Nem aludtam, oda csak nem aludtam, csak fölmásztam. Tomi, te mindent nem úgy tudod, ahogy történik. Már meg van színezve, ott aludtam, nem aludtam, bazd meg. Csak fölmásztam, csak nem tudtam lejönni. A lejönni nem tudtam, az igaz. Ez ebben a formában igaz. Az Agárvári Klárin én is egyszer fölültem. Csány Laci bácsi nyakába fölültem, bazd meg. Lemész. Szobornak a nyakába. Lemész. Annak mi volt a története? Jöttem a... a próbaterembe, az Adi iskolával szemben volt. Megtalálod. Segítsé, mi volt az Adi iskolával szemben? Mi volt annak a krimónak a neve? Sárkány. Sárkány, vörös sárkány. Pintyeszele és stb. Nyár este megint. Indulok hazafele, mondom, valahogyan a csánytérül. Csányszobrot én meglátom, bazd meg. Kezemben volt egy üveg bontatlan pezsgő. De erre kérdez, hogy honnan volt, valahogy nálam volt. Nézem, én mondom a csányszobrot, mondom, bazd meg, amúgy is mindig az ablakból sokszor néztem Laci bácsit, mert amikor nagyon részeg voltam, szoktam neki hordani ebédet is. Tehát, nálam ez nem volt tőle. Megvártam, amikor az egyik kezéből átveszi a másikba a kardot. Én le tudtam így inni magam, tehát ez nem volt gond. Na mondom, én erre fölmászok, bazd meg. Igen, ám emlékszel az őt, hányúra volt akkor? Reggel 4:30, de már világosodott. És azzal a fémtalmú cipővel valahogyan bazd meg pezsgő, én hogy szenvedtem oda föl magam, de bazd meg, a lényeg, hogy fölmentem úgy, hogy a pezsgő is megvolt. Fölültem a Laci bácsi nyakába, befogtam a lábam közé a fejét, azt ott nézegettem rá a Kossuth Lajos utca szembe, ott a lakásom, ott a vasutas ház, láttam mögött a templom, hát mondom, hiszen jó leszek én itt pezsgő, ami cigim volt, rágyó, megpattintottam én a pezsgőt, glutyi, hadd menjen bazd. Igen, ám
Csak aztán közben ugye kezdett tisztulni az agyam, bazd meg. Azt, hogy tisztult az agyam, úgy fészkalódtam, ezsibottam, halogam, és mondom, innen le kéne már. Akár ugyan néztem, mondom, itt bazd meg, ebből, ha én ugrok, itt halál lesz, bazd meg. Na, mondom, miért Getit csinálják? Mi történt, úristen? Jönnek a Kossuth Lajos utcán Bodó és Igor. Azok is valahonnan, két haver. Tuboly Robi meg a Cigola. Cigola Igor. Sanyi, vagy Cigola. Sanyi. De már ezek messzörök jövő. Jó, fölül a csajszom, hogy ne hülye gyerek, mit csinálsz? Te mondom, ne röhögjetek a kurva anyátokat, mert kihozadottam már végre, tudod meg. Mondom, itt beindul a forgalom, bazd meg. Hát meg már az ablakon azért már nézegettek, ugye engem ismernek. Ott születtem, bazd meg, abban az udvar. Azért már úgy néztek, hogy eldolgozz gyerek, arra, mit csinálod, bazd. Restaurál, mi a faszban? Na és a lényeg, nem húzom a sztorit. Ezek jöttek, aztán rendesen voltak korrektek, próbáltak ott izélni, egymás hátára álltak, segítettek le, ugye az üveget, persze ledobtam, pesgős üveg ezeket, és valahogy onnan lecsüszmörögtek engem, úgyhogy na, így sikerült lekerülnöm, még azelőtt, hogy kijött volna a rendőrség vagy a tűzoltóság, mert azért úgy megbüntettek volna a gatyarámrohad, és le tudtam jönni az izéről a csányszoborról. De úgyhogy, hú, bazd meg, nagyon durva. Úgyhogy nem aludtam el a szobrom, nem igaz. Zegervári Klári néni járt egyszer, úgyhogy fölhívott telefonon, én szoktam neki festeni, hogy ki kellene festeni a konyhát, mert volt egy kis füst. Aztán nem, csak az a mód, mondja a sztorit, hogy fölrakott az is valamit főni, vagy nem tudom, aztán elfelejtette, bement a szobába, leült, és nyitva volt az ablak, és ott a busz megállott, a Kossuth utcán lakott, busz megállóban, meg látták, hogy dől ki a füst a lakásból, tehát kihívták a tűzoltókat. De mire kiértek közben, levágta a Klári néni, hogy mi van, tudod, levette a lábast a tűzről, be a csap alá, mit tudom én. Úgyhogy elpakolt, egyszer csak csöngetnek. Aztán ugye el is felejtette, csöngetnek, ott áll a tűzoltó. Jó napot, művésznő, bejelentés érkezett, hogy ég önnél a ház. Nálam nem. Egy emelettel följebb, ott van mindig baj, oda menjen. Köszönjük szépen, fölvettek a tűzoltók, egy emelettel följebb. Szóval mondták, hogy hát itt nincsen semmi, körülnéztek, tényleg nem volt semmi, visszamentek a Klári nénihez. Művésznő, biztos, hogy nem volt itt? Nem aludtam én. Hát egy pici füst az volt. Nem aludtam volna, akkor leestem volna a szoborról, bazd meg.